Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Inglot Hungary YouTube csatornáján. Én Galgóczi Vanda vagyok, bemutatom a modellemet Orsit. Sziasztok! Amit látjátok, gyönyörű mennyasszony. Ugyanis elkezdődött az esküvői szezon, ugye április van. Lassan beindul minden, szép lassan, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy esküvői inspirációval készülök ma nektek. Amihez már ugye felöltöztettem, egy gyönyörű ruhát kaptunk a debreceni Dária szalontól. Egy nagyon tehetséges fiatal fodrászlány készítette a haját, a Réka, úgyhogy neki is kezdek. És akkor elkezdem az alapozást az LV002-es Allcover alapozóval. Nagyon hossanak elég szepős a bőr, ugye most itt a tavasz, most már azért egyre jobban látszanak is neki, de nagyon szépen lefedi a szeplőket az alapozó. Kész lettem az alapozással, meg a fixálással. Szemöldökre a szobrot fogom használni. Orsi nagyon szereti, hogyha felfele van fésül a szemöldök. Egyébként is nagyon nagy trend most a felfele fésült szemöldök, akár mennyasszony is mindbe is nyugodtan lehet. Mindig szájlelájnak megfelelően szoktam felfele fésülni a szemöldököt. És hogy biztosan jó alatt is maradjon a kefének a nyelével, pedig jó odalapogatom a bőrhöz. A mai videónak a főszereplői azok az új palettája az Inglotnak, az egyik a Natural paletta, a másik pedig a Warm paletta. És a szemöldök csomag a fixálás először a Warm palettából a krém színt fogom használni. Ez egy krém szín, amiben arany pigmentek vannak, gyönyörű árnyalatú. Abszolút passzol a mennyasszonyi vonalhoz. Következő lépésben le fogom árnyékolni a belső szemzognak annak is a szemöldök csont részét. Ez a Warm palettával közvetlenül a legvilágosabb, amit először használtam a szemöldök csontra, amellett lévő szín. Szépen fokozatosan fogok haladni a színeknek a felépítésével. És itt teljesen a belső szemzug, aztán kihozom mélyítővonal, és a mélyítővonalat követve megyek ki a szemsarka irányába. Jó, vissza. Megcsinálom arról is először az alapszínen, és akkor fokozatosan kezdem majd elmélyíteni, csak akarom látni, most a szélét egy picit meg akarom nyújtani. Szeretném látni, hogy ez hogy fog itt kinézni. És satírra nyújtom ki egy picit a külső szemzug irányába, kifele, ha lánték fele. Itt szintén a Warm palettából a barackos árnyalat, még mindig a felső sorral dolgozunk, tehát a felső sor az inkább a lightosabb színek, az alsó sor pedig ott már erősebb, intenzívebb színek vannak. De még egyelőre az alapok felrakásánál még egyelőre csak az alapszínek jönnek. És már most a belső szemzugba fogom betenni a csillámot, a Body Art csillámragasztó segítségével. Először óvatosan odalapogatom a Body Artot. Majd arra. Rájön a Body Sparkles. Ebbe gyönyörűen bele fog tapadni, és tartósan ott is fog maradni, de nem fog leperegni, nem fújja le a szél pár óra múlva. A belső szemzugban még csillogósabb, még élénkebb legyen a tekintet, ez a Intense Sparkle-t fogom használni. Következő lépésként ki fogom emelni a belső szemzugot egy világos primerrel, ezáltal nagyítom a szemet. Nagyon jó technika arra, hogyha valakinek nincs óriási szemhéja, és szeretnénk rajta nagyítani.
arra törekszünk, hogy egy mandalavágású szemformát próbálunk elérni azzal, hogy kiemeljük a belső mélyítő vonalat. És egy lapos ecsettel fixálom. Ugyanazzal az árnyalattal, amit a szemoldok csonton használ. Csuk. Jó. És akkor megyek tovább az alsó sorba a warm palettával. Elkezdem mélyíteni a külső szemzugot. Ez a szín, ez a palettába, az alsó sorba, jobbról a második. A jobb felső sarokba, az utolsó színnel egy pici átmenetet csinálok ide a sötét barna, meg a világos szemhéj közé, és egy gyönyörű szép rózsgoldos árnyalatot kaptunk. Szóval merjetek bátran kísérletezni a színekkel, akkor is, hogyha földszínekkel dolgoztok alapvetően. Egy pici olyan tónus, ami mondjuk megjelenhet akár a mennyasszonyi csokorba, és én mindig meg szoktam kérdezni a mennyasszonyokat, hogy milyen lesz a csokora, és akkor abból próbálok picit inspirálódni, hogy mik a csokornak a színei. És megjön egy kis pigment porcsukba, teljesen a belső szemzugba. Ugye azt kihagytam oda, a középen ugye a body sparkle van, és akkor ide pedig a pigment por, sejen por. Ehhez már nem feltétlenül kell ragasztót használni, mert ennek sokkal sejmesebb a textúrája, tehát nincs benne annyi csillámanyag, mint a body sparkle-be. Ezt elég, hogyha egy lapos ecsettel oda tapogatjátok a szemhéjre. Még megy belőle egy pici a szemöldök csontra is. Elkezdem mélyíteni a alsó szemhéjat is. Jó, a vízvonalat pedig fehérrel fogom kiemelni, nem pedig barnával. Nyilván ez is attól függ, hogy kinek mekkora a szeme. Hogyha valakinek kisebb szemhéja van, vagy kisebb eleve a szeme, akkor érdemesebb fehér vízvonalat tenni. Egyébként is nagyon nagy trend most a világosabb, más színű vízvonal. És akkor az utolsó lépés pedig a tusvonal. Én mennyasszonyoknál nem szeretek fekete tussal dolgozni, ezért az AMC 90-es gél tusával szoktam minden esetben mennyasszonynál dolgozni. És egy picit elmoszatolom a tusnak a végét. És akkor ameddig szárad a tus, meg a pilla, addig teszek fel egy soros pillát, ami igazából nem teljes, sem végig soros. Ha megnézitek, akkor körülbelül az eredeti hosszúsághoz képest körülbelül a kétharmada. Lájtosan becsontosítom az arcát. Világosabb csontosítóval. Highlighternek pedig a Medium Sparkle highlightert fogom feltenni. Ennek van egy kis barackos árnyalata, és nagyon szépen passzol a sminkhez. Itt forgass meg az arcot. Ugye a rúzs az mindig egy sarkalatos pontja a sminknek, akkor még sajnos nem találták fel ezt a rúst, ami kibírja ugyanazt az időintervallumot, mint a szemsmink. Úgyhogy mindig szokták kérdezni a mennyasszonyok, hogy mi az, amit javaslok. Ugye egy több megoldás létezik. Vagy megveszik tőlem azt a rúst, amit használtam. És ugye általában ez a legjobb megoldás, mert ugye én be tudom újra szerezni. A másik megoldás az, hogy elmegy a drogériába, és akkor vesz olyat, amit szeretne magának, és mondjuk el tudja képzelni, hogy máskor is fogja használni. Vagy még egy megoldás, hogy nem használom a sajátomat, hanem már ő hozza a sajátjából azt az árnyalatú rúst, amit ő szeretne viselni az esküvőn. És a finish pedig a body mist, face and body mist, amivel le fogom fixálni az egész arcot. Megmondom őszintén, hogy nem vagyok nagyon híve a fixáló spréknek. Mindig szokták kérdezni a mennyasszonyok, hogy
fixálom, mert én abban hiszek, hogyha jó anyagokkal, jó technikákkal dolgozunk, és jó megfelelően építjük be az anyagot, akkor igenis lesz 24 órás tartósága és az a smink, amit elkészítünk. Azt tapasztalom, hogy egy kicsit megnyugvás nekik az, hogyha le vannak fújva a végén, illetve hogyha van mondjuk fotós a készülődés idejére hívva, akkor a fotósok is nagyon szeretik, elég látványos, hogyha egy pont elkapják azt a pillanatot, mikor fújom a mennyasszonynak az arcát. Hát egy kb. Egy ilyen karnyújtnyásnyi távolságból kell, hogy fújjuk az arcot. Szóval határozottan lenyomod a... Mindig ülete van. Szóval elkészültem a mennyasszony és smink inspirációmmal. Olsi szépen be tudtam mutatni nektek, hogy is néz ki az elkészült smink, illetve haj, a ruha. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Hello!